Sziasztok, japán specialisták! A mai adásban meghallgatjuk, mit mondanak a japán állatok. Kokekokko! Pio pio! Gero gero! Hihi! Laknak-e állatok? Várnak-e rátok? Régi barátok? Továbbra sem érzem tisztemnek, hogy én tanítsalak bennetek japánul. Egyrészt nem vagyok tanár, másrészt nincs is olyan nagy önbizalmam a saját japán tudásomban, de hogy így nincsen kedvem magamat komolyan venni, mert eléggé elfáradtam a napokban. Még korábban, még egy nagyon korai videóban mondtam nektek, hogy beköszöntött hozzánk a japán tévé, felveszik, hogy hogyan élünk a kedves férjemmel, ezt a felvételt elviszik a szüleimnek, felveszik a reakcióikat, visszahozzák a japán stúdióba, megmutatják a celebeknek, azt is felveszik, na és mind ebből sikerült összevágniuk 20 percet, 4 ilyen külföldi volt a műsorban, összesen 2 órás a műsor, fele reklám természetesen. No, és az történt, hogy múlt héten csütörtökön, november 29-én lement végre ez a tévéadás, ami hát egyrészt azért volt fárasztó, mert 10 barátunkkal néztük, és égtem, mint a rongy, tehát így túl sokan voltunk egy túl kicsi szobában, ki se tudtam menekülni, viszont volt 2 üveg magyar bor, úgyhogy azt így magamhoz vettem, és akkor így valahogy elvoltam. Másnap viszont képzeljétek el, hogy égtek a vonalak, ez volt az egyetlen reményem egyébként, miután így túléltük a forgatást, mert nagyon kiakasztottak, nem is akarok panaszkodni, majd egyszer így leírom a blogon, amit nem vezetek újabban, de virágtalanok.wordpress.com, ma egy csomó reklám lesz, úgyhogy jegyzeteljetek, berakok minden linket a videó leírásába, tehát nem vezetem a blogot, de majd egyszer leírom a sírálmaimat, rettenetes volt, soha többé tényleg. Na és annyit reméltem, hogy lesz valami hozadéka, tehát hogy ez lesz a legjobb reklám, ami csak létezhet, és képzeljétek el, hogy másnaptól fogva egy égtek a vonalak, nem rakták bele az elérhetőségeinket természetesen a tévéműsorba, pedig csináltam egy Facebook oldalt is, hogyha beírjátok a Facebookra, hogy ichizu.hazu, vagy ichizu.hazu, vagy valami ilyesmi formában, de berakom a linket, kattintsatok, akkor ki fogja adni, ide japánul és magyarul vezetem a dolgokat, meg néha angolul is, amikor így van kedvem angolul is gondolkodni. Na, tehát ezt a linket sem sikerült belerakniuk az adásba, de a japán emberek nagyon kreatívak, úgyhogy a TSN, a városi hivatalon keresztül, mindenen keresztül így megtaláltak minket, és mindenki fügét akar, amiben az a legjobb, hogy már nincsen füge. No, tehát hogy így ez volt, úgyhogy teljesen ki vagyok, ilyen celeb vagyok, vagy nem tudom, ez rettenetes ez a szó, hogy megállítanak az utcán, leparkolt mellettem múltkor egy kocsi, megállt bennem az ütő, de csak így mondták, hogy hajrá, akkor a kombiniben, az éjjel-nappali boltban is így rám szóltak. Tehát ez volt a múlt héten, és én gondoltam, hogy most így semmilyen komoly témához nincsen kedvem, úgyhogy így jönnek a képbe az állathangok, illetve még egy dolog kapcsán. Heti sokkoló! Erre a kapcsolódási pontra biztos nem fogtok rájönni magatoktól, de a végén majd lerántom róla a leplet, úgyhogy ne izguljatok. Amúgy nem annyira friss a hír most, mert lassan egy hónapja megy a CECO a Nissan, Renault, Mitsubishi, Triumvirátus vagy hát koncern körül. Az történt ugyanis, hogy Carlos Ghosn, akinek remélem, hogy jól ejtem a nevét, mert csak a japán híradásokból ismerem, amit Ghosnnak hívják, tehát Carlos Ghosn, brazil származású libanoni francia állampolgár, aki egyébként ennek a koncernnek az elnök vezérigazgatója. Hát játszott egy kicsit a pénzzel, hogy finoman fejezzük ki magunkat. 2011 és 2015 között kb. 5 milliárd jennel kevesebb fizetést vallott be a japán tőzsde felé, illetve Rio de Janeiroban, Amsterdamban, Párizsban és Beirutban is voltak olyan luxus villák, luxus épületek, amelyeket ő használt. Ugye ki tudja, hogy miért. Na az a lényeg, hogy ez most mind kibukott, úgyhogy hát leváltották, ami ezért vicces egyébként, mert ő volt ez a figura, aki megmentette a Nissant, tehát egy ilyen hősként kezelték itt Japánban. Hát őtől most elbúcsúztak, viszont nagyon nagy volt a felfordulás, hogy mi lesz most akkor
a Nissan Renault Mitsubishivel, ugye itt ezért a franciák is eléggé érdekeltek abban, hogy ez az egész így együtt maradjon, úgyhogy na most a napokban, az elmúlt héten az a hír, hogy meg fog maradni ez az együttműködés, illetve Buenos Airesben a G20-as csúcs találkozón Macron miniszterelnök és Abe miniszterelnök találkozott és beszélgetett erről egy kicsit, és ők is megerősítették, hogy marad minden úgy, ahogy volt. Na és hol van itt a kapcsolódási pont, azt áruljam el nektek. Hát ez ugyanígy egy nagyon távoli asszociáció révén, hogy hallottam a híradásban, hogy Gón, és ugye én akkor csak félfülel szoktam hallgatni a tévét, és hát elkezdett pörögni az agyam, hogy Gón, 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 hol hallottam már ezt, és japánul a Gón szó az úgy számomra egyet jelentett, vagy hát mondjuk, hogy így kettőt, tehát egy nagyobb méretű harangnak a kondulását, tehát ez a kong, kong, vagy nem tudom magyarul, hogy mondjuk, és illetve amikor így nagyon erősen beütöd a fejedet, na az is gong, úgyhogy így van a kapcsolódás gón és a hangutánzó szó gón között, és erről jutott eszembe, hogy már régóta terveztem nektek egy adást, amiben bemutatom a japán állathangokat, amik azért érdekesek, mert van néhány felismerhető, néhány állat viszont így teljesen mást mond, mint magyar társaik, illetve hát bármilyen európai társaik, és ma ezzel fogunk jókat szórakozni remélhetőleg. A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak egyébként 100 000 külön adást érdemelnének, meg egyetemi tanulmányokat, borzasztó megkeseríti szerintem a japán nyelvtanulók sorsát, életét, és vagy nem tudom, lehet, hogy csak én, nekem nem fekszik ez a téma, nem bírom őket megjegyezni, egyrészt rengeteg van belőlük, másrészt szerintem nekem azt tesz be, hogy nagyon sok a hasonló, tehát ilyen karakara, garagara, katakata, gatagata, és akkor mindegyik egy picit mást jelent. És néha így, nem néha, az esetek többségében én nem hallom azt, amit ezekben a japánok hallanak, és hát igen, ugye vannak a hangutánzó szavak, amikor konkrétan hangokat utánoznak a dolgok, és vannak a hangulatfestő szavak, amikor hát egyes mozdulatokat színesítenek ezekkel a szavakkal, vagy hát árnyalják a jelentésüket, illetve állapotokat, arckifejezéseket, tényleg rengeteg féle van belőle, és nem kell elmenni az állathangokig, tényleg ilyen teljesen mindennapi szavakban is van olyan, amit felismerünk, mint például, nem tudom, a kisbaba sírás, az ogja, azért ez nem áll annyira távol a magyar oá-oá-tól, aztán hát a mennydörgés, az nekem egy picit így megmozgatja az agyamat, tehát a gorogoro, 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 de még ezt így el tudom képzelni. Aztán vannak nagyon ötletesek, amire nekünk nincsen például szavunk, amikor így leszakad az eső, na azt a japánok úgy mondják, hogy zá, vagy zá-zá. Tehát ebben még belehallom a dolgokat, de aztán, mint például ez a gong is, hogy beverem a fejemet, és az gong, azt nem hallom például, és hát ezért sok ellenpéldát is lehetne még gyűjteni. Viszont ebbe azért nem akarok belemenni, mert lenne egy maratoni adás, amit aztán senki sem nézne végig, másrészt pedig továbbra sem érzem úgy, amit már az adás elején is mondtam, hogy én lennék az, akinek meg kéne tanítani nektek a japán nyelvet, illetve hogyha így is döntenék, nem biztos, hogy ezzel kéne elkezdeni, de gondoltam, hogy az állathangok az egy nagyon könnyen emészhető és nagyon kedves téma lehet, ami most így nekem se fekszi meg a gyomromat ebben a nagy fáradtságban, úgyhogy vágjunk is bele, összegyűjtöttem 15-öt, ötöt, ami hát teljesen ilyen érthető, elfogadható, és még hasonlít is a magyarra, ötöt, ami hát ilyen már annyira nem felismerhető, vagy teljesen más, és ötöt, ami számomra legérdekesebb, ami olyan állatoknak a hangja, aminek mi nem adunk hangot, vagy hogy így nem tudjuk, hogy mit mondanak ezek az állatok, illetve nem is gondolkodtunk még róla soha. Na hajrá! Következzen tehát először öt olyan, ami felismerhető, ebből az egyik a macska, a neko-nak a hangja, a nyávogása, ami a nyávogáshoz nagyon hasonló, nyá-nyá, vagy nyán-nyán, vagy nyán-nyán, ami hát jó, azért egy picit távol áll a miautól, de hogyha azért ezt egy kicsit felturbózzuk, és egy kis lelket adunk neki, akkor egészen felismerhető szerintem. Nyám, 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 nyám.
A következő a kutya, vagy japánul inő, ami nekem először furcsa volt, de aztán így bele tudom most már hallani, mert már régóta itt vagyok, ugyanis nem úgy ugat, hogy wow wow, hanem úgy, hogy wan wan, ami hát így lehet, hogy fura, de ismét próbáljuk meg feltölteni egy kis energiával. Wan wan. Ez egy nagyobb kutya volt. Tovább haladva, egyetlen egy hang választja le japán üsi hangját a magyar tehén hangjától, bár azért az állatok eléggé rövid hangjaiból egy hang különbség az azért elég nagy lehet. Na de a lényeg, hogy a japán tehén, az üsi azt mondja, hogy A következő állathang az egyben két állatnak a hangja, a bárány és a kecske hangja is, me, ami ugye nálunk, ha bárány lenne, akkor be, hogyha pedig kecske lenne, akkor mek. Japánban viszont mind a bárány, a hitsuji és mind a kecske, a yaginak az a hangja, hogy me. A japán kakas, az ondori egyébként teljesen felismerhetően kukorékol, egészen egyszerűen annyi volt vele a problémám, hogy nem bírtam valahogy megegyezni a kukorékolásának a hangját, felcseréltem a szótagokat, vagy már nem emlékszem, hogy mi volt, vagy hogy hol kell elnyújtani. A lényeg, hogy nem azt mondja, hogy kukurikú, hanem azt mondja, hogy kokekokó, jegyezzétek meg, kokekokó, szebben pedig kokekokó, kukurikú. Kokekokko! Eddig azért észrevehettétek, hogy semmi izgalom nem volt, lehet következtetni, még akkor is, hogyha nem teljesen ugyanazok a hangok, hogy vajon minek a hangjai lehetnek. Most már azért viszont vágjunk egy picit bele a furcsaságokba, és akkor lehet, hogy megint én vagyok csak ilyen botfülű, hogy nem hallom bele az állatkákat, de például szerintetek minek lehet az a hangja, hogy piop-piop, pio-pio. Ez volt a japán chip-chip, mégpedig a kis csibének a hangja, a hiókónak a hangja. Oké, rendben, még így elfogadom. Tovább haladva az érdekességek felé, a japán béka, a kaeru, az természetesen nem azt mondja, hogy brekeke, vagy brek, hanem azt mondja, hogy kero-kero, vagy gero-gero. Én inkább a gero-gerot hallottam eddig. Amúgy pedig itt van mellettünk rengeteg rizsföld, nyáron egész koncert van, és baromira nem azt mondják, hogy gero-gero, sokkal hangosabbak, fel fogom nektek venni jövőre, lehetne őket vezényelni, de a lényeg, próbáljuk meg belehallani, hogy gero-gero. Közelítünk azokhoz az állatokhoz, amiknél már így eldobtam az agyam, amikor először meghallottam, hogy mit mondanak. Például az icipici kisegér, ami nálunk ugye azt mondja, hogy cincin, japánul amúgy az egér az nezumi, tehát ez az icipici nezumi, az nem egy magas hangrendű magánhangzóval cincog, mint nálunk az i, ugye egy magas hangrendű hang, hanem azt mondja, hogy csú-csú, ami nekem így túl kicsi ahhoz, hogy azt mondja, hogy csú-csú, mert ez is igaz, hogy a japánban az az ú, az inkább már át szokott menni ü-be, ami magas hangrendű, úgyhogy akkor inkább így próbálom meg kimondani, nagyon cukin, nagyon kis egeresen, nagyon nezümisen, hogy csú-csú. De hát akkor se hallom. A disznó, a sertés, a coca, vagyis japánul a buta, az egy örök vita tárgya, így nálunk a férjemmel, mert elég sok sertéshúst fogyasztunk, és én így mindig elmondom, akárhányszor azt főzöm, tehát így két napot egyszer, hogy én ezt nem értem, hogy hogy mondhatja azt a japán coca, hogy bű-bű, ugyanis ezt mondja igen, hogy bű-bű, amit nem üdvá, hogy én soha nem fogok belehallani. Tehát a röf-röf, oké, még azt sem hallom, de ezért valahogy így röf-röf, meg így hallom, hogy túr az orrával. Én amúgy tudom jobban utánozni. És akkor ebben hallom, hogy röf, de azt, hogy bú-bú, azt nem. Az utolsó pedig a nálunk is létező, de más állathangok közül,
az egy olyan állat hangja, amin én mindig visítok, vagy inkább úgy mondom, hogy nyerítek, bizony a ló az Uma hangjáról van szó, aki nem azt mondja, hogy nyihaha, hanem azt mondja, hogy hihíny, hihíny. Végezetül pedig következzen 5 olyan állat, aminek mi magyarok úgy gondoltuk, hogy nem érdemes hangot adni, vagy pedig nem léteznek nálunk, legfeljebb az állatkertben. Éppen ezért nem gondolkodtunk azon, hogy vajon mit mondanak, bár ezért nekem vannak gyerekkori emlékeim, hogy apa, mit mond ez meg az, és nem tudom, kislányom, el lett intézve ezzel, na a japánok minden kérdésemre választ adnak. Az első a szemi, a japán kabóca, ami hát lássuk be, nem gondolkodtunk el róla, hogy vajon milyen hangon szólal meg, mióta itt vagyok Japánban, egyébként borzasztó, így nyáron nagyon hangos, bár olyan értelemben jó, hogy érzem, hogy itt a nyár, de hogyha elkezdesz rá koncentrálni, akkor rettenetesen idegesítő tud lenni, nagyon-nagyon hangos, a fákon lakoznak valahol, de alá ezt is nem látod őket, és csak hallod, hogy én valami ilyesminek tudnám leírni, japánul viszont min. Hát, hallgassuk meg inkább az eredetit. A majom a szárú esetében egyébként határozottan emlékszem, hogy gyerekkoromban faggattam a szüleimet és a nagyszüleimet, hogy vajon mit mond a majom, és akkor voltak ilyen gyenge próbálkozások, hogy mak-mak, meg lehet, hogy nem csak a szüleimnek, hanem az oviban is ezt nyomtuk, hogy mak-mak. A japán az egyébként így valahol belehallom, üki-üki, vagy üki-üki, vagy üki-ki. Üki! Nem hallom. A következő hang az több állatnak is a bömbölése lehet, ez a medve, a kümá hangja, vagy pedig az oroszlán, ha rájom, vagy sisi, vagy a tigris, vagy bármilyen ilyen nagymacska hangja, ez pedig a gá, 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 gá. Az elefánt, a zó hangja egyébként zseniális, így nem is értem, hogy mi magyarul így miért nem adunk neki hangot. Pao! 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 Végezetül pedig, amikor is halálra röhögtük magunkat azon, hogy vajon mit mond a róka, a kicüne, vagyis what does the fox say, kiderül, hogy nem azt mondja, hogy tin-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 tin, hanem azt mondja, hogy kong-kong-kong-kong. Kong-kong-kong-kong-kong. Ennyi volt már a japán specialista, ha tetszett az adás, kövessétek továbbra is a csatornát Jámbor Alizzal. Dzsámatane!